A végre, Józsa! Hát nagyon megváltoztattál! Aj, nagyságos úr! Jött el, ahogy tudtam! De az a helyzet, hogy a nagysága csak most ment el otthonról. Elment? Hova? Azt mondta, elmegy a Szabóhoz, mert új kabátkát akar magának csináltatni. Adjon is magára! Van miből? Van. Tudod-e, miért hívattalak ide? Aha, hogy ne tudnám! Szolgáló vagyok, nem hülye! Egyre kinyílt a csipád! Pont ezért szeretlek. Szeret? Mondom, hogy szeretlek. És ha más lenne a szolgáló, akkor? Akkor más szeretnék. És te vagy? Hát téged szeretlek. Na jól van, csak vicceltem. Viccelt? És amikor a borcsa volt a szolgáló, akkor kicserelek. Akkor a borcsát. De akkor te még nem voltál itt. Ez igaz. Akkor tényleg szeret? Mondom, hogy szeretlek, de lekikértünk végre. Itt akarod csinálni? Nem, a szénapadláson. Jaj, de romantikus. Ott még úgy se csináltuk. Hát, most se fogjuk. De hát, azt mondta. Én azt hiszem, csak játszik velem. Te ne tüzelj engem, mert nem elhagyom magam, és... De itt akarod csinálni az udvaron? Nem mindegy, hol akarom csinálni. Úgy látom, te el akarod sinkopálni ezt az egész szerelmi kapcsolatot. De mi van? Hanadsága, a Szabótól visszafele jövet. Erre jön. A Mari nem olyan. Ha azt mondta, Szabóhoz megy, akkor oda is megy. Nem szokott ő elpulszálni. De bízik benne. Mi van? Mit mondasz? Tudsz valamit? Én ugyan semmit. Jó, csak sokáig akarsz még itt dolgozni nálunk? Ilyen szállja a kétlen. Egy szolgáló! Mindig a gazdájának a kapcsája! Ami akkor dob el, amikor csak akar! Na, Júlcsa! Ne beszélj már így! Jó sincs kapcsáról! Jó, akkor puttony! Amik akkor rak tele, amikor csak akar! Puttony sem vagy! Hát akkor mi vagyok? Na, szálljó, rászoncsai! Az vagy! Most jó, el kell fenekelni téged! Elfenekelni! Arra van esze! Otthon meg a méhek döngi körül a kapkát. Nincs is méhük. Hát maga nem egy egyszerű eset. Milyen kaptáról beszélsz? Hű az Istenát! Jön a Tibi a vőlegényed! Még azt kellene, hogy együtt ásuljuk minket! Bújjál gyorsan a présházba! Még csak ezt hiányzott, ha itt talált, sziasztasik a hátamból! Szép jó napot, gazdurám! Neked is, Tibikém! Neked is! Mi állatban? Azt gondoltam, hogy kijövök és átmosom azokat a hordókat. Milyen jól gondoltad? Milyen jó? Nem most. Nem most gondoltam. Már a múlt héten. Csak most jutottam idáig. Tibi, állj! Tibi, nem most kell azokat a hordókat kimosni. Nem. Jól van, uram? Jó, tökéletesen. Ennek örülök. Én mégis ma mostám ki azokat a hordókat. Azt mondom, nem! Na de ti, pénteken! Pénteken nem lehet hordót mosni? Nem. Állom, nem? Eddig lehetett. Eddig sem lehetett. De mostunk eddig pénteken is. Azt hittük, szombat van. Biztos jó van, uram. Mondtam már, tökéletesen. Lehet, hogy veled van a baj. Pénteken hordót mosni? El is haza, pihent ki magad. Utána meg azt mondja az uraság, hogy egész nap csak henyétet. Hogy is ne? Tibi! Ne kötözködj velem! Pihenj, azt mondta! Na jó, akkor megyek. Megkeresem azért Júlcsámat. Azt keresed? Mit mondott, uram? Azt a keresed, keresed! Nem mossam ki inkább mégis azokat a hordókat! Tibi! Ezt direkt csinálod? Nem kell hordót mosni. Világos? Világos, világos. Na viszont látásra! Viszont látás. Mi csinálsz? Elültem. Azt látom. Hát de miért nem indulsz? Én. Az úr indult el valahol.
Hova? Azt nem tudom. Azt mondta viszont látásra. Én úgy gondoltam, megy valahova. Ez mások. Tudod mit? Velem megyek. Hova? Hova, hova? Hát haza. Haza. Ja, haza. Meg vagyok veled állva. Na, gyere! Jól itt hagytak. Húj, húj, a gazdasszony! Most mi lesz? Gyorsan, gyorsan! Jöjjön, Jóska! Hát itt a mi kis szerelmi fészkő. Ja, Marikám! Hogy milyen jót hangtulottad itt a múlt héten is! Legyen halombom! Álmodj ma is, majd én elringatlak. Én leszek vágya egy kis párnájának húzat! Szép kis film. Te! Életkedvesebb kancám! Szeretnék a ronyózójádó pihegni! Prisra veled! Mi van veled? Egy nő van a láb mögött. Mit csutogsz? Hát nincs itt senki. Egy nő van a láb mögött! Jócsa! Hát mit keresel te itt? Tibit kerestem, de nincs itt. Mit hallottál? Attól tartok, itt eleget. Te Jócsa, sokáig akarsz te még nálunk dolgozni? Ezt, mintha ma már egyszer hallottam volna. Ne féljen, asszonyom, hallgatni fogok. Ajánlom is. Nem láttál és nem hallottál semmit? Úgy lesz, de asszonyom sem látott itt engem. Hogy képzeled, én itt sem voltam. Ha már ilyen szépen megegyeztetek, hogy senki nincs itt. Nem lehetne mindenki a dolgára. Jócsa, menj haza, és húzz át az ágynemőt. Minek? Tegnap húztam át. Egy szolgálónak az a dolga, hogy azt csinálja, amit mondanak neki. És hogy tartsa a száját. Az a legfontosabb. Igen, és azt mondom. Ezt a Blamást! Hallgatni fog? Hallgatni vagy repül, különben is. Ha beszélne, az uram nekem hinne, neki. Szeretem benne ezt a maga biztonságot, te. Te, válaszhat éni. Hát ki a szerelmetes múzsa. Éges torkú nípa madaram. Terápa itt nem van. Drága Marin, hát te hívtál! Azt mondtad, holnap ötre légy a vérsháznál, ma meg holnap is van, 5 óra is van, itt hát itt vagyok. Milyen szerencs, hogy én is itt vagyok. Hát ez tényleg blamás. Blamás? Hát mi benne a blamás? Hát, hogy itt vagy, meg hogy én is itt vagyok, meg hogy... Sanyi, tele van a keblem szerelemmel. Azt látom! Nekem meg máson. Jaj, Mariskám! Úgy vártam, hogy újra találkozunk itt a plésháznál, ami titkos helyünkön. Gyere, gyere, galambom! Sanyi, most nincs kedvem! Nincs? Nincs. Érdekes, eddig mindig volt. Csak a plésházban nincs. Hát akkor hol? Kint. Kint? Itt az udvaron? Nem, dehogy is. Attól tartok, nem értem. Nem, hát olyan egyértelmű vagyok. Egyértelmű, csak nem nekem. A tamariska bokor alatt. Mariskával a tamariska bokorban? Eredeti ötlet. Na gyere te, csacsi. Marikám! Ahogy már! Meddig várok rád? Itt állok, mint egy nyíl, felhajzva, semmi! Jaj, milyen szép ember maga Jóska. Kezítson valam. Jaj, de jó is lenne. Ilyen fes fiatalember. Mit tetszik nézni? Milyen szép dalia vagy te, Jóska.
Csak ámulok és bámulok. Ezek az izmos melle. Ezek a válla. Ez az ornyereg. Nagyon folyik a nyála, mama. Ez a fej. Ezek a szemek. Ezek a szemöldökök. Mindjárt eltetszik csöppenni. Ezek a térdek. Ezek a combok. Ez a feszes fenék. Ha mit akar velem? Hát, amit mindenki. Amit mindenki? Azt, amit mindenki. Nem vagyok én még olyan öreg, bennem is szunnyad némi parázs, ami tüzet tud gyújtani. Oltani kéne azt, nem szíjítani. Jóska, tudod, milyen régen gerebézték fel a kaszálómat? Azon a kaszálón! Hamagokra kisnőttem! De egy izmos kasza, csodákat tudna tenni. Csodákat? Hú, de hogy tudna? Jóska, nézd meg, hogy dobog még ez a szín. Csak ugyan. Még dobog. Jóska, mit tapenyolott-e az anyámat? Mama, mi ez? Csak a pulzusát néztem. Azt általában nem a mellen szokták nézni. Hát a csuklomon nem volt kitapintható. Meg mit keresel itt? Nem a Szabóhoz indultál? Szabóhoz? Ja, persze! De nem volt otthon. Hát gondoltam, ki jövök a szőlőbe levegőzni. És a Jóska? Ő is levegőzni akar? Ha, igen, igen! Levegőzni! Félmeztelen! Nem. Itt teljesen agyalágyultak néztek engem. Pont egyszerre jutott eszetekbe levegőzni. Nem. Itt valami más van. Mama, hát nem jöhetek ki a saját kertembe. Megnézni, nem lepte el a gaz, nem kell kapálni, kötözni. Ráadásul a Szabótól visszafelé vett. Hát mit várt tőlem, mama? Hát jöttem volna ki a Szabóhoz odafelé menet. Jó, jó, te jogosan vagy itt. De Jóska, ő miért van itt? Ez jó kérdés. Jóska, te miért vagy itt? Ha én azt elmondanám? Hát csak mondd el! A lopótökért jöttem. A lopótökért? Félmeztelen. Az mindegy, hogyan jöttem, az a lényeg, hogy miért jöttem. A lopótökért. A te tököddel mi történt? Rálépett a ló. A pincében? Nem, a padláson. De vicceljen már. Kintekésztem a szőlőbe, hát gondoltam, iszok egyet. Lementem, megszívtam, kiittam, aztán kivittem a tököt, kiakasztani a gerendára, hogy száradjon ki. A gerendár lépett rá a ló. Nem, a földön. A földön volt a gerenda. Nem, lefújta a szél. A gerendár. Mi van a gerendár? A gerendár fújta rá a szél. A tököm azt fújta rá. Ja, most már értem. Hát ezzel kellett volna kezdeni. Na, mama, hát megkapta a választ. Na, megyek meg. Vár a munka. Viszontlátásra. Nem viszi? Mit? Hát a tököt. Ja, persze. A tök. Hozd ki, ott van a bridge fölött felakasztva. Hát tudom. Hát tudom. Hogy néz ki a... tök. Te, hogy milyen szemrevaló teremtés ez a Pista Jóska? Á, ugyanannyám, ki nézi azt? Hát mindenki. Jaj, ha egyszer elkaphatnám. Na, meg is van, most már búcsúzom a viszontlátásra. Isten áldja, Jóska. Szevasz, Jóska. Láttad? Elvitte a férjed ingét. Hát azt milyen jó tette. Jól? Hát ellopta. Én utána lopózom, azt visszaszerzem. Majd visszahozza a tökkel. És ha nem, hogy számolsz el vele a Pistának? Én utána lopózom, azt visszaszerzem. Úgy sár meg neked.
Hát ha, remény hal meg utoljára. Erre kíváncsi leszek. Nagyon meleg helyzet volt, majdnem lebuktam. Mariskám! Már rosszul vagyok a Tamariskától, nem győzlek várni, hol késel? Jó, Sanyi, ha én elmondhatnám neked, hogy miért nem mentem eddig. Hát mondd el! Ennél csak az kéne. Azt hiszem, hogy itt túlvállaltam magam. Mit csináltál? Hát jobb, ha nem tudod. Tudod mi? Nem is akarom tudni. Nem csinálnánk inkább a Prisházban? De, tudod mit? De? Mégis csak jobb a fricsen? Nekem már mindegy. Na! Lerázta a vérszívóját! Jóska! De megésztették! Ha nem vagy te olyan jelős, szépen tudsz te sikítani. Igazán. Szépen. És őszintén. Nekem mondod. Na, hol is van a tökről? A lopótöknél. Ja, persze, a tök. Visszahoztam. Nem, 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 nem. Ne vigyem le. Miért? Ki kell szárítani, akasz föl a nád mögé. Na, mit találtam ki? Na, mit? Ne a Présházban csináljuk. Hanem hol? Tamariska bogor alatt. Hol? Tamariska bogor alatt. Felé a gusztusodat. Nekem mindegy, de sokáig ne tüzelj, mert a végén elkapom a nyádat. Na te Jóska! Jó van már, csak visznek szántad. Hol van az a Tamariska bogor? Ott a szőlő végében. Menj előre, mindjárt jövök én is. Jó, de ott legyél mindjárt. Na jössz már, Mariska! Sanyi, te is itt vagy! Itt és te is! Hát vár csak ne lennék. Miért jöttél ki, nem bírtál várni? Nem. Már a fricset is felhasítottam. Kés nélkül! Kés nélkül? Hát mivel? Hát, Sanyi! Na de Mariskám! Hát ez meg micsoda? Hát ez egy ing. Azt látom, de kié? Hát az enyém. Szeretem az ingeket. De hát ez férfi ing. A férfi ingeket is szeretem. Igen? Igen, nézd meg, milyen jól áll nekem. Mint tehéne a gatya. Mondjuk! Mondd, na már nem vagyok kívánatos ebben az ingben. Dehogy nem. Te mindenhogy kívánatos vagy. Na akkor folytassuk. Ezt a napot éljem túl? Hát nem meglépett előlem a Jóska? Mama, ma megint itt van. Jól áll neked ez az ing? Tényleg? A fenéke. Pont úgy nézel ki, mint akinek valami takargatni valója van. Ugyan mit takargatni valója? Na mi lesz már? Nem találom. Mit nem találsz, Sanyi? Talán az ingedet? Az ingem? Az megvan. Te honnan ezt? Most miért kellett levetni az inget? Oda bent. Hát, meleg volt. Mire volt meleg? Hát keresésre. Te meg ugye fáztál? Miért fáztam volna? Hát, mert inget húztál. Ja, persze. Hát tudod milyen hideg van a Présházban? Hogy ne tudnám? Én is voltam fiatal. Azt mit kerestetek? Hát a lopótököt. Tédre is rálépett a ló? Honnan tudja? Kerestük, kerestük, de nem találtuk. Hát itt van a nád mögött felakasztva. Az a Jóska töke. A fenét a Jóskáé. A mi tökünk? Hát előbb vitte el. Az a másik. Másik? Másik. Nekünk két tökünk van. Úgy látom, van itt több is. Na de mama! Meddig várjak még? Meddig várjak még az elsőre? Már eshetne. Neki is vetkőztem. De minek? Hogy az Isten ragassza le az egyet? Hát két félmeztelen férfi. Ez már nekem kicsit sok. Hát mit mondjak, ez már nekem is. Ezt meg kell emészteni. Mi van itt? Botrány. De még mekkora? Majd. Mi ez? Mi ez? Hát, ez kérlek, az, aminek látszik. Az? Az. Tudod, mit mondok én erre? Mit mondasz? Semmit. Így megégetni magam. Na, mindegy. Hát menjük a menthetőt.
Az ura nem sejt semmit? Az olyan jábor, mint egy birka. Mint egy kos, jó nagy szarvakkal. Na, ennek a két nem éppen úriembernek rögtön el kell tűnnie innen. Marcs hazafelé, még a fázási időszaknak. Visszajövök. Jó, gyere. Viszontlátásra, szép asszony. Isten áldja, nyanya. Nyanyám, a köröztanyát kérde kalácsa, az. Tűnj a szemem elől. Te is te vagy a huszár. Gyere, Jóska, menjünk dolgunk végezetlenül. Hát lányom, mit mondjak? Nem mondjál semmit. Te se voltál külön. Hát se tudom, ki az apám. Itt egy apa hallgatsz. Igaz, én se. Minden se. Hát, én se tudom, ki az apád. Hát, mama, azt hiszem, kikapóságban nem rohadtunk egymás személyre semmit. Nem a büdös életben. Na, mindegy. Gyere, menjünk haza. Menjen csak előre. Én még maradok egy kicsit. Na, jól van. De elég legyen a férfiakból mára. Ha, van is eszembe. Jaj, jaj, Mari. Abba kéne hagyni. Meg kéne nyugodni, megállapodni az urad mellett, egy gyerekeket szülni, nevelgetni őket. De mit olyan izgalmas! A tetivid nem egyszerű eset. Kicsit féltékeny, nem úgy, mint maga. Miért tennék én rád féltékeny? Hát maga tényleg nem egyszerű eset. Mit gondol? Kire gondolok? Kire? Gondolkozzon. Azt hiszed, az olyan egyszerű? Kinek a papné, kinek a pap? Mi van a papékkal? Hát nem csodálom, hogy úgy verik át, ahogy akarják. Kik? Jaj, gazduram, most eléggé meg van lassulva. Hazacsolsz itt össze-vissza mindenféle féltékenységről, mert mi egymás? Igen. Mi igen? Látom, megindult már a fogaskerék. Lassan beindul a cséplőgép. Mi van a cséplőgéppel? Semmi, semmi. Látom, kezd gondolkodni. No, mire jutott? Hát még ott tartok, hogy... Féltékenység! Nagyszerű! Kire szokott az ember féltékeny lenni? A feleségére! Na végre! Na ne! A Mari nem olyan! Nem! Nem! Ne is mondj nekem ilyeneket! Az én Marim csak is engem szeret! Az lehet, de van, amihez nem kell szerelem! Persze! Például a főzéshez, meg a mosáshoz! Is! Is! Én is a Tibit szeretem, aztán mégis magával is ágyba bújok. Hát nem szeretsz, Júlcsa. Én azt hittem szerelemből csinálod. Hát, csak úgy ímmel ámmal. Csak úgy ímmel ámmal? De hát én szeretlek, Júlcsa. És a feleségét? Azt is. Csak hát tudod, amikor az ember megházasodik, jönnek a kifogások. Most ezért nem, most azért nem. Hát, de te így vagy nekem, Júlcsa. Hajnagyságos úr, szerintem be kéne fejezni a mi kapcsolatunkat. Kent is lebukhat meg, én is, aztán annak nem lenne jó vége. Én a Tibit szeretem, hadd legyek én csak az övé. Ezt komolyan mondod, Gyurcsa? Komolyan, még ha el is bocsát. Még egy utolsó. Szeretném még egyszer utoljára érezni az öled melegét. Azt utána nem bánom, légy a Tibi. Egyet, és nem többet. Egyet, de adj bele apait, anyait. Gyurcsa! Gyurcsa! Ne vigyél el, a legrosszabbkor jön. Ez is. Szép nap a gazdám! Nem látta a Gyurcsa. Nincs otthon. Azt mondták, erre jön. Itt volt, de már elment. Az a gyanú, hogy valami férfi körül járkál. A Júlcsa! A Júlcsa nem olyan! Rajta kapom őket! Jaj, lesz nekik! Te, Tibi! Te el tudod képzelni a Júlcsáról? Én még gazdulomról is el tudom képzelni. Rólam?
Hát én nem vagyok olyan. De még lehet. Te, Tibi, nem akarsz haza menni? Mire? Hát mondjuk a Júlcsát keresni. Nincs otthon. Na mossam ki inkább mégis a hordókat. Tibi, pénteken? Ja, a péntek. Teljesen kiment a fejemből. Akkor elviszem a lopótököt. Az otthonira rálépett a ló. Nincs lopótökö? Nincs. Bob, mi lett vele? Kölcsönadta! Kinek? Nem mindegy, az a lényeg, hogy most nincs itt! És mikor hozzád vissza? Holnap, úgyhogy holnap kijöhetsz érte! Na viszontlátásra! Viszontlátásra! Mit csinálsz? Ültem! Azt látom! Ezt most direkt csinálod? Azt hittem, megy valahova! Megint kézen fogva vezesselek haza? Minek mennék én már ilyenkor haza? Ekkora gyökér nem lehet! Hát a Júlcsát megkeresni! De nincs ott hol! Meg vagyok veled áldva! Na gyere! Júlcsa! Tart a szád, érted? Nem láttál és nem hallottál semmit? Nem egyszer így a sorsunk, nekünk nőknek. Ő lett a szerelmes férfi van a közelben. Ne álmodozz, Júlcsa. Mit tudsz te a szerelemről? Annyit nem, mint a nagycsádok. Én annyi férfit nem is tudnék szeretni. Szeretni? Hát és fenét szeretem őket. Csak olyan izgalmas. Tudd meg, Júlcsa, én az uramat szeretem. De csak mióta összeházasodtunk, jönnek a kifogások. Most ezért nem, most azért nem. Hát, a férfiaktól meg mindig megkaptam, amit kellett, és amikor kellett. Hoppá! Mi az, hogy hoppá? Csak eszembe jutott valami. Akkor egy jó diótán szerezni magának. Hagy a fenébe ne! Akkor menjen be a présházba, maradjon csendben. Ne beszéljen. Ne sikoltson, csak élvezze a pillanatot. Na, én itt se vagyok. Ezt tudja, hogy visszajön a Jóska? Ez a Tibi teljesen meg van háborodva. A féltékenység hogy el tudja venni az ember eszét? Mennyire szeretheti ez a Júlcsáját? Hopp, a Júlcsa! Szegjük még egyszer körbe utoljára. Na, úgy látom, senki sincs itt. Hogy végre, jaj, Marikám, veszem azt a pólú húsikát. Jóska, mit keresel te? A lobot ekerkedtem. Tehát a tiédre is rálépett a ló. Úgy van, vág szét a posta a tököm. És? Ha és nem tudok orcígni. És? Ha és szeretné megkérni a tökötöket. Nincs tökünk! Nincs! Nincs! Kölcsönadtuk! Kölcsönadtátok! Megint! Mi az, hogy már megint? Hát, a ti tökötök mostanában kézről kérdezze jár. Ne érdekeljed téged a mi tökünk! Na végre, hogy megtaláltalak. Már régen földön kerestelek. Jóska! Mit keresel te még mindig itt? Még? Mi az, hogy még? Nem mindegy! Nincs tök, nincs választ! Kitnek vagyunk! Jóska! Ne legy pofád meg hirtelen! Jobb lenne, ha más portáján sertepertelnél! Júlcsa! Mi ez a hang, ne? Nem ismerek rá! Igaza van! Jobb lesz, ha ez a pár pofához máshová! Hát viszont látásra! Te megváltoztál, te Júlcsa! Egész tüzes kis tényeski lett belőle! Én még jobban szeretlek! Jaj, Tibi! Úgy meg van keveredve ez a fránya világ! Ha én ezt elmondhatnám! Mondjad nekem, mondjad! Dehogy mondom. Tibi, én veled szeretném leélni az életemet.
kéz a kézben, válvetve, gyereket nevelni, disznót, kacsát, élvezni az otthon melegét, vigyázni a háztartásra, vetni, aratni, mindent, ami az két ember kell. Mondd, te is szeretnéd? Hál vagyok ám. Hát én nem ilyennek ismertem. Persze, hogy szeretnék. Jobban, mint te. Na, mi a helyzet, fiatalok? Bájcsevekünk. Láttam a Jóskát az úton. Visszahozta a lofótököt. Mi van itt? Ma mindenkinek a tökön jár az esze. Nem hozta. Sőt, ő is az én jön. Az én. Hiszen én az ő markában láttam utoljára. Na mindegy. Mari? Hazament. Haza? Hát akkor biztos elkerültük egymást. Megyek, megkeresem. Istenem, de jó. Mi volt a jó? Na Mari? Júlcsa, te? Hát akkor én... Kit? Ki tudja? Mi van itt? Ki tudja? Azt hiszem, én itt elvesztettem a fonalat. Azt hiszem, meg sem volt az a fonál, fiatalember. Hát arra a fonálra most már én is kíváncsi lennék. Jó volt. Jó. Menjél. Akkor a többi nem érdekes. Nem a fenét. Tudni akarom, ki van oda bent. Akkor hívja ki. Én? Hát maga kíváncsi rá, nem? Hát de, mit beszéltek ti? Kit kell kihívni? Hát majd én kihívom. Gyere, itt a ringyó! Krista! Mari? Lányom! Hát ez meg micsoda? Ki tudja? Te voltál. Én? És te? Hát én. A betyárnát! Ti egymást kaptátok el? De még hogy? Vakuljak meg, ha értek az egész műszort is! Tibi, téged nem az eszed érszeretünk, és ez így van jó! Hát, Júlcsa, jó beküldtél a málnásba, de köszönöm. Mától csak a család számít. Na-na! Mama, hallgasson, elég baj van a füle mögött. Igaz. Mén asszonynak? Kussa neve. Jaj, Pista, hát nem kéne hozzálátnunk a család alapításhoz. Szerintem is itt az ideje. Minden jó, ha jó a vége. Na ugye, Júlcsa, én megmondtam, a Mari nem olyan.